Önök a Cikádor magazint látják, köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok. Jó hír a közlekedőknek, hogy már csak néhány napig kell türelemmel lenniük, és újra könnyebb lesz a közlekedés Bátaszékfő utcáján. Az útépítés nyár eleje óta nehezíti az életet a városban, de már csak az utolsó mozzanatok vannak vissza a szükséges korszerűsítésből. Nem könnyű a közlekedés Bátaszék belvárosában. Már a nyár folyamán elkezdődtek a várost átszelő utcakasz átépítési munkálatai, ami ugyan megnehezíti a közlekedést és az itt élők és az erre közlekedők életét, de sajnos azt a módszert, amely az útlezárások és lassítás nélkül szervez meg egy útszakaszkorszerűsítést, még nem találták ki. Így hát a jövő érdekében nincs mit tenni, tűrni kell a megpróbáltatásokat. Ugye a nyár folyamán már együttemben megtörtént a Budai utcával kapcsolatban egyfajta korrekció, hiszen a nyáron a leállósávok melletti kiemelt szegélynek a helyreállítása történt meg, és az előkészítő munka, erre az előkészítő munkára azért volt szükség, hogy az a teljes burkolatjavítás, amelynek jelen pillanatban zajnak az előkészületei megtörténessen. Az 56-os bátaszéki átkelési szakaszának a Budai utca része, ami elsősorban a Bezerédi utcától egészen a Bátaszék tábláig tart. Itt egy teljesen új aszfaltburkolatot fog kapni ez a szakasz. 2000-ben történt meg ennek a szakasznak a megépítése, és az elmúlt 20 évben azért a forgalom elég jól meggyűrte ezt a szakaszt. A Magyar Közúttal néhány éve már folyamatosan figyeljük a burkolatnak az állapotát, és hát most 2021-ben megteremtődött annak a lehetősége, hogy a legkritikus szakasz teljes felújítása megtörténjen. A Magyar Közút szakemberei is felmérték az útfelületet ért terhelést. Bece Szabolcs, Tolna megyei igazgató azt mondja, épít volt az ideje a munkálatok elindításának. A burkolat több helyen felületileg hámlott, megsüllyedt, illetve repett. A burkolatokat, az aszfaltburkolatot és a térburkolat között a süllyesztett szegély helyenként elfagyott, illetve a buszöblöknek a burkolata, ami korábban térburkolatos volt, szétsüllyedt. 2020 év közben a szétsüllyedt térburkolatos buszmegálló öblöket átépítettük nagy teherbírású bazaltbeton burkolatokra. 2021 tavaszán, ez év tavaszán a térburkolatos parkolók mellett lévő süllyesztett szegélyek, amik szétfagytak, azokat elbontottuk, újraépítettük, illetve szintre emeltük. Az előző hetekben munkatársaim az aszfaltburkolatot, ezen a szakaszon az aszfaltburkolaton előkészítési munkákat végeztek, és ezt követően megkezdődött az aszfaltozási munkák ezen a szakaszon. Az aszfaltozási munkák közel 4 napig fognak tartani. Ami azt jelenti, hogy ha az időjárás nem szól közbe, hamarosan ismét könnyebb lesz a közlekedés a város átszelő útszakaszon, amit vélhetően az itt élők már nagyon várnak. Köszönöm a bátaszékieknek az eddigi türelmét is, egyrészt, amit nyáron el kellett szenvedni az építés kapcsán, illetve az elmúlt napokban szintén a burkolat bontása kapcsán. Még egy kis kitartást kérek, de azt gondolom, hogy megéri, hiszen egy vadonatúj aszfalt szőnyeggel egy korszerűbb közlekedési lehetőséget kapunk itt Bátaszéken. Október második felébe a burkolati jelek kerülnek visszafestésre. A munkákhoz közel 900 tonna meleg aszfaltot használunk fel, illetve a buszöblőkkel, kiemelt szegéllyel, térburkolat újrarakással, aszfaltozási munkákkal ez a projekt közel 250 millió forintba fog kerülni. És nem csak a Bátaszéken átutazók autózhatnak majd egy megújult útszakaszon, ezzel párhuzamosan a város közvetlen környezetében lévő folyóutakon is folynak a felújítási munkálatok. Bátaszék környékén további útfelújítások vannak folyamatban, a közbeszerzésen elnyert vállalkozó, nyertes vállalkozó végzi ezeket, ilyen az 51-15-ös számú Alsónyéki út, az 55-13-as számú Bátaszék keleti bekötőút, illetve az 55-ös út több mint 6 km szakasza, ugye Alsónyéktől Pörbölyig. Ezek az utak teljes felújításra kerülnek, úgy mint a burkolat megerősítés, a patkák, vízelvezető árkok, illetve az 55-ös úton egy híd teljes elbontása és újraépítése.
Ezek a munkák várhatólag év végére, jövő év tavaszára fognak elkészülni. Itt nyilván figyelnünk kell a technológiáknak a betartására. Ezek a munkáknak a bekerülési költsége eléri az 1,4 milliárd forintot. Egy szakma, és ezzel mások szolgálatába szegődni elhivatottság kérdése. A közművelődés pedig olyan terület, amihez, mint ahogy a focihoz is, mindenki ért. Következő történetünk főszereplője fiatalon elkötelezte magát arra a feladatra, hogy emberi közösségek javára dolgozzon. Ismerjék meg Fóti Alexet, a Petőfi Sándor Művelődési Ház fiatal munkatársát. Olyan szakmában elhivatottnak lehetni, mely az emberek egészségét, lelki békéjét, vagy adott esetben szórakozását, pihenését, feltöltődését, vagy tanulását szolgálja, elhivatottság kérdése is. Kevesen vállalkoznak arra, hogy életüket, munkásságukat erre a nyugodtan mondhatjuk hivatásra tegyék föl. Egy kis közösség, legyen az egy település vagy egy civil szervezet életét, munkáját segíteni, számukra szolgáltatásokat nyújtani sokszor emberpróbáló feladat. Még akkor is, ha ez látszólag csupán a szórakozásuk feltételeinek biztosításáról szól. Fiatalon megtalálni azt a nyugodtan mondhatjuk hivatást pedig, amiben az ember kiteljesedhet ajándék a sorstól, de egyben teher is. Fóti Alexnak megadatott, hogy ifján rátalálhasson arra, amit keresett. Hát a családban nem volt ilyen előzmény, úgyhogy ez igazából teljesen én vagyok az első így, aki a felmenők után közművelődéssel vagy emberekkel foglalkozik, ugyanis mindenki több részt mávos volt nálunk a felmenők nagy része, úgyhogy ez ilyen nagy váltás volt így családon belül, hogy én így kilógok a sorból, és nem követem a férfi tagok munkáját, hanem a közművelődésbe jöttem. A Nemzeti Művelődési Intézet által indított projektnek a tagja lenni, azáltal kerültem ide. Én éltem a lehetőséggel, és nekem meg is tetszett időközben ez a munkakör. Szeretek emberekkel foglalkozni, érdekel a kultúra is. Nem állt messze tőle az sosem, hogy saját környezetének szórakozását megszervezze. Így testhez álló volt a kihívás, hogy megpróbálja mindezt nagyobb méretekben is. Azt fogott meg, hogy sok emberrel találkozhatok, sok mindenkivel beszélgethetek, megismerhetek új embereket. Például a bornapokon nagyon tetszett, hogy a fellépőkkel is tudtam találkozni, beszélgetni, akár Szabó Ádámmal vagy Csepregi Évával, nekem ez egy tök jó élmény volt. És hát szeretnék ugyanígy erős kapcsolatokat létrehozni, hogyha én közművelődésben tudok maradni. És igazából ez volt az, ami engem nagyon megragadott. Nehéz dolog, hogy sok problémás, idézőjelben problémás, hát nehéz esetekkel lehet találkozni, ugyanis vannak, akik nagyon körülményes árusok például egy rendezvényen, vagy nagyon nehéz néha megfelelni a fellépők elvárásaival, mert hát van, akinek ugye akár az étkezésnél, akár parkolásnál olyan kritériumaik vannak, amiktől így az ember a haját tépi, de hát sajnos muszáj megcsinálni, hát ez vele jár, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így elég húzós benne. A közművelődésben dolgozók naponta találkoznak olyan reakciókkal, melyek negatívan állítják be a munkájukat. Persze kritizálni, negatív véleményt megfogalmazni, esetleg bántóan fogalmazni egy dologról, aminek nem ismerjük a hátterét, a legkönnyebb. És sajnos ezek a reakciók ma mindennaposak. De aki bevállalja, hogy emberekkel akar foglalkozni, annak ezeket a helyzeteket is tudni kell kezelni. Sokan hát harapósan gondolnak ránk, de hát ez sajnos nem úgy működik, hogy mi itt eldöntjük, hogy akkor hát most jobb lábbal keltem fel, ma nem kell védettségi, ma mindenki jöhet, ez kormányrendeletek alapján kell nekünk eldönteni, de úgy gondolom, hogy a közművelődési szakemberek nélkül az emberek nem tudnának fesztiválokra, rendezvényekre járni, úgyhogy szerintem egy elég fontos munkakör és elég fontos emberek dolgoznak ebben a munkakörben. Alex fiatalkor ellenére úgy érzi, minden nehézséggel együtt megtalálta azt, amit keresett. Viccesen úgy fogalmazott, megcsípett valami. Több mint 300 gyermek vett részt az Erőv vízi közmű által szervezett csapvíz népszerűsítő programon. A szemlélet formáló projektre több mint 30 millió forintot nyert a szolgáltató. A szakértők azt mondják, minél korábban el kell kezdeni a környezettudatosságra való nevelést. Vigyázz a földre, mert a földből csak egy van. És hogyha arra nem vigyázunk, akkor megszűnik az élet.
A környezetvédelem fontosságáról és az ivóvíz értékéről hallhattak a bátaszéki gyerekek előadást az Erőv vízi közmű által megszervezett csapvíz népszerűsítő programon. Népszerűsítjük a csapvizet, az ivóvizet, azért, mert komoly problémát jelent nem csak személyesen, hanem akár országosan, világméretűen a PET-palack. Tehát gyakorlatilag azt próbálják az embereknek, és azért is a gyerekeknek, mert ők elmondják, hogy ma itt voltunk, és ezt hallottuk, hogy az emberek is tudják azt, hogy nem jó az, hogyha PET-palackból isszuk a vizet. Az a lényeg, hogy csapvizet ígyunk, és a csapvíz is ugyanolyan egészséges, vagy még egészségesebb, mint a palackos víz. Nagyon sok helyre kiköltözünk, és megmondom őszintén, a gyerekekben látom azt az erőt, hogy ők képviselik azt, amit mondunk, és az életüket is ahhoz formálják, hogy amit mondunk, vagy amit kérünk tőlük, mint ahogy elbúcsúztam itt, ne felejtsétek, hogy a természetre vigyázni kell. És a gyerekek vigyáznak, és ha ezt elmondja otthon a szüleinek, vagy személygyűjtésnél otthon, azt mondja, apa, azt nem jó helyre dobtad, akkor ide kell tenni, ezzel már nagyon sok mindent elérünk, vagy elértünk, és a környezet is természetesen. Az előadók úgy vélik, minél korábban el kell kezdeni a gyerekeket is a környezet tudatos életre nevelni. A szemléletformáló programsorozattal a környezet és a víz védelmére szeretnék felhívni a fogyasztók figyelmét. Az előadás során olyan példákon keresztül mutatták be a víz körforgását, fontosságát és értékét, amit a gyerekek is könnyen megértettek. Vigyázz a földre! Ez az egyetlen bolygó, ahol lehet csokit kapni. Szeretitek a csokit, igaz? Én a gumicukrot. Gyerekek rajzolnak, színeznek, akkor táblákról beszélünk, ott vagyunk, kérdezhetnek. Nagyon lesoványodott gyerekkéz, ott megállnak, ott látom, hogy megdöbbennek, illetve nagyon sok olyan téma van, hát természetesen a csoki csap, meg a pénz csap, ez nekem is barátom lenne, de hát ott megállnak, és ott tényleg, ha spórolunk, akkor több marad csokia. Korsós János elárulta, hogy a gyerekek nagyon tájékozottak. Volt olyan csoport, amelyiknél teljesen meglepődtem, most tanultuk, mondta, a víz körforgás. Hát erről én is tudtam volna neki mesélni, hogy én is láttam a tévében, tudományos csatornán a víz körforgásáról volt szó, ami meglepett, és gyakorlatilag azért is lepett meg, hogy ők az óvodában már foglalkoztak ezzel. Tehát, hogy mibe dobod a szemetet, melyik kukába, itt kérdeztük, hogy mit csinálsz a szeméttel. Bedobom a kukába, és milyen kukátok van ott? És akkor mondja, hogy három kukánk van, helyes. Ott szelektíven gyűjti a szemetet, és ő már ebbe a korba él, amikor tudja, hogy így kell csinálni. Hát oda szól esetleg a szüleidek is, hogy na nem oda, hanem amoda. És akkor hát ebből indul ki egy ilyen körforgásnak nevezném, hogy a gyerek, a szülő, a gyerek, és akkor ennek a vége az nyilván, hogy a környezetnek jót teszünk, hiszen szelektíven gyűjtjük a szemetet, illetve hát a másik dolog az, hogy magunknak is jót teszünk nyilván azzal, hogyha a környezet tudatosan, környezetbarát módon élünk. A gyerekeknél kell elkezdeni, nem felnőtt korban már, hogy na, akkor ebbe dobjad aztán, mert a gyerekek azok, akik terjesztik is ezt. Tehát a családon belül, óvodába, ahova járnak, hogy én tudom, mondja ő. Hát és tudja is. A tájékoztató és a színezés után mindenki kapott egy cserepes virágot. A nap során több mint 300 gyermek fordult meg az uszoda előtti téren, a legkisebbektől a gimnazistákig. Hosszú kihagyás után ismét megtartották a Cikádor kupát. Az országos versenyen csak nem 300 versenyző vett részt, a bátaszék ese az éremtáblán 26 klub közül, a 9. pontversenyben pedig 6. helyen végzett. Immár 16. alkalommal rendezték meg a Cikádor kupát. Nagy Ákos, a bátaszék ese elnöke azt mondja, bár regionális versenyként indult, napjainkra már országos szintű megmérettetésé nőtte ki magát az esemény. Idén 26 karata egyesület, közel 300 versenyzője vett részt a programon. A nagy létszámra való tekintettel a helyszínt ez alkalommal a Szekszádi Sportközpont biztosította. Azt kell mondanom, hogy a Covid időszak után egy picit átértékelődött bennünk a hogyan szereplés kérdése, ugye, mert nem érmekben mérjük a sikert, hanem az ellenfelek, a riválisokkal szemben
összehozott győzelmek, vagy esetleg vereségek alapján állítunk egyfajta mérleget az egyenlegünkbe, és azt kell mondanom, hogy ez jó, tehát a gyerekek nagyon jó formában vannak, nagyon, nagyon élesek, hogyha mondhatom ezt így szakmailag, nagyon nagy bennük a bizonyítási vágy, és azt látom, hogy mindent beletesznek, mind az edzése, mind a versenyen, és ez egy pozitív egyenlegeció. Érmek tekintetében is egyébként jól végeztünk, mert az érem táblán egyébként a 26 egyesületből a 9-ek pontversenyben a 6-ak lettünk, tehát ez most ebben az időszakban én azt gondolom, hogy nem egy rossz eredmény. Na, kiemelhetek sportolót, akkor mindenképpen a Kisbánk Botondot és a Hefner Zsófit azért kiemelném, mert ők cson nélkül húzták be a győzelmeiket. Zsófi azt hiszem 4, Kisbánk azt hiszem 3 cson nélküli győzelemmel szerezte meg az aranyérmet. Zsófi, nem is tudom megszámolni, talán 8 vagy 9 fejrugást szerzett a 4 mérkőzésen, tehát hogy végig olyan dominánsan uralta a mezőnyt, ami egyébként a korosztályos válogatottak figyelmét is, válogatott edzők figyelmét is felkeltette, tehát Hübner András a korosztályos válogatott egyik edzője keresett meg azzal, hogy Zsófit mindenképpen szeretné látni a korosztályos válogatottba, de egyébként ez több bátaszéki gyerekről is elmondta, de hát őt külön kiemelte. Nagy Ákos azt mondja, bár nem volt egyszerű, mégis felemelő érzés volt fűszervezőként szerepet vállalni egy ilyen nagy volumenű versenyen. Vissza kell itt is lendülnünk. Tehát ugyanúgy, hogy a gyerekeknek az oktatásba, a vállalkozóknak és az embereknek a munkájukba vissza kell rázódni, mi ugyanezt éljük meg, hogy vissza kell rázódnunk a versenyszervezésbe is, bár a hozzánk betérő emberek, versenyzők, látogatók biztos azt látják, hogy ez egy milyen olajozottan működő verseny, azért mi a backstage-ben mindig érezzük azt, hogy ez most egy kicsit megvenyelősebb, vagy hogy hol akadoznak a fogaskerekek. És hát bizony azt kell mondanom, hogy egy picit olajozni kell ezeket a fogaskerekeket, tehát újból mindenkinek egy picit az alappilléreknek vissza kell állni ahhoz, hogy ez még gördülékenyebben, még feszültségmentesebben tudjon lebonyolódni egy ilyen verseny. Következő megméretet is, hát nagyon sok van egyébként, tehát most amíg tudunk, addig versenyzünk. Jövő héten Miskolcra fogunk elmenni, ez egy körülbelül Cikádor és Széki Kupa szintű országos meghívásos verseny, majd október végén egy kvalifikációs verseny, nemzetközi kvalifikációs versenyen veszünk részt a Hungarian Open-en, és utána novemberben országos diákolimpia, és azért mi nem felejtjük el a saját kis utánpótlásunkat is, lehetséges, hogyha úgy szerveződik az ovikarate és utánpótlás, és itt a regionális klubok is beszállnak ebbe, akkor rendezünk egy bátaszéki regionális rendezvényt. Ez egy szűkkörű, meghívásos kezdőknek, utánpótlás versenyzőknek szerveződő kis program, aminek egyébként nagyon nagy hagyományai vannak, tehát 30 ilyen rendezvényt rendeztünk az utóbbi 10-15 évben, és ezzel próbáljuk egy picit népszerűsíteni a karatét, egy picit visszahozni az utánpótlás versenyzőket a versenysport irányába. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!